Üdvözletem, hölgyeim, uraim, én Szilandor vagyok, és egy újabb World of Warcraft sztorival jöttem. A témája pedig nem más, mint Kveldalár. Kveldalár az a penge, amit a sárkány aspektusok készítettek, de nagyon kevesen tudják, hogy volt egy Iker testvére is, Kvel Serar. Ezeket a kardokat az elf nemzetségnek adták később. Kveldalár a High Elfekhez került, még Kvel Serar a Night Elfekhez. Miután átadták a kardokat, ezek a fegyverek folyamatosan váltottak gazdát családokon belül. Aztán Kveldalár egy híres nemes kardforgató kezébe került, Talorian Dawnseeker kezébe, aki a trollok ellen és a Scourge ellen is harcolt. Talorian arra használta a kardot, hogy megvédje Silvermoont a Scourge támadástól, de sajnos életét vesztette. Később a penge újra gazdát váltott, és egy Blood Elf nő kezébe került, akit úgy ismerünk, hogy Lanafel. Lanafel Keltas alatt szolgált, miközben Keltas ugye elhozta a Blood Elfeket Icecrownba, hogy elpusztítsák a Lich Kinget, mielőtt még Arthas elérne hozzá. De mivel a harc a Scourge győzelmével végződött, gyakorlatilag Lanafelt és legjobb harcosait ott hagyták meghalni. Arthas viszont úgy gondolta, hogy nem hagyja veszendőbe a tehetséget, és azok a Blood Elfek, akik ott maradtak Icecrownba gyakorlatilag azért, hogy meghaljanak, később megalkotta belőlük a Senlane-t. A Senlane az egy olyan klánja úgymond az elfeknek, akik egyfajta vámpiritikus képességekkel rendelkeznek, és nagyon hasonlítanak eredetileg is a vámpírokra. A Wrath of the Lich King idején éppenséggel Icecrownba portyáztunk, amikor véletlenül találunk egy törött pengét, beleszúrva egy koponyába. Az elfek segítségével sikerült kideríteni, hogy ez a penge felettébb ismerős, és arra is rájöttek, hogy ez valószínűleg Kveldalár, de azt senki sem tudta, hogy hogy került ide. A kard markolatát pedig az egyik dungeonben találjuk meg, és a terv az, hogy újra vissza akarjuk hozni Kveldalárt abban a valójában, hogy a Scourge ellen fel tudjuk használni. Nos, miközben mi próbálunk rájönni arra, hogy mégis hogyan kerülhetett ide Kveldalár, és hogy esetleg hogyan lehetne rendbehozni a pengét, valaki megjelenik, és ez nem más, mint az előző gazdája Kveldalárnak, Lanafel. Forged by the dragons and given to the Kaldori, its twin, Kveldalár, was given to my people. The king bestowed the blade upon my friend, the Lorien Dawnseeker. But even the Lorien skill and Kveldalár's magic could not save Silvermoon from the might of the Scourge. Valorian fell before the gates of the Sunwell, buying time for others to escape. After the battle, I recovered the sword from the field. I bore it to Northrend in the service of my prince, seeking to avenge our people's defeat. Arthas shattered our forces and took the most powerful of us into his service as the Senlane. My memories of Thalorien went cold, and so did his blade. It was I who brought Kveldalár here to return it to its makers. In breaking the weapon, so did I break its power. Kveldalár will never serve another. Lanafel gyakorlatilag elmesélte a kard történetét, hogy hogyan készült, hogyan használták, ki használta, és hogy hogyan került ide Icecrownba. Viszont ez még mindig nem elég nekünk, tehát mindenféleképp meg kell találnunk a módját, hogy hogyan állíthatnánk helyre a kardot. Viszont Lanafel nem fogja engedni, hogy újra elkészüljön ez a kard.
Lana fel meg akarja akadályozni, hogy új forgatója legyen ennek a karnak, mivel ő volt az, aki eltörte a fegyvert, mivel akárhányszor ránézett ebben az új testében és az új életével, mint ugye a Sen Lane vezetője, és akárhányszor ránézett a kardra, a régi önmagát látta benne, és hogy meg akarta bosszulni a népét, és hogy nem sikerült, eltörte a kardot, és ráadásul kétfelé törte a kardot, az egyik részét ide, Icecrownba dobta, a másik pedig Icecrown Citadel egyik dungeonjében volt. De mivel Quel'Dalar nem egy átlagos fegyver, így nem átlagos eszközöket és nem átlagos alapanyagokat kell használni a helyreállításához. Szükségünk volt az Old Godok vérére, a Saronite-ra. Aztán két olyan helyre el kell vinnünk, ahol olyan energiák dúlnak, ami képesek helyreállítani a fegyvert. Ez nem volt más, mint Forge of Souls és The Halls of Reflection. Ugyebár találkozunk Uther-rel The Halls of Reflection-ben, és azt mondja, hogy most elkövettünk egy nagy hibát, hogy idehoztuk Quel'Dalart. Quel'Dalar a nagyon sok sötét mágiától egyszer csak megvadul és ellenünk fordul. Viszont olyan, mintha megjegyezte volna kardforgatóinak mozdulatait, és úgy harcol, mintha egy képzett harcos ellen küzdenénk. Viszont miután sikerül úgymond legyőznünk, vagyis lenyugtatnunk a kardot, Uther azt mondja, hogy csak is egy helyen tudjuk megtisztítani a sötét mágiától a kardot, ez nem más, mint a Sunwell. A Sunwell olyan tisztító energiákkal rendelkezik, ami képes megtisztítani a legnagyobb korrupciót is, és így Quel'Dalar is megszabadulhat a sötétség rabságától. Miután a kard megtisztul, mi fogjuk viselni, és mi fogjuk a Scourge ellen használni ezt a fegyvert. Nos, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, és megnézte Quel'Dalar történetét. Szokás szerint várom a kommentjeiteket, és találkozunk a következő videóban. Viszlát!